Isten áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel. Nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Bal sors, akit régen tép, hozzá vígesztendőt, megbűhődte már a nép, a múltat s jövendőt. Hőseinket felhozád Kárpát szent bércére, általad nyert szép hazád bendegúznak vére, s merre zuknak habjai Tiszának, Dunának, Árpád hős magzatjai fel. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket Pomázváros önkormányzatának, civil szervezeteinek, intézményeinek és magánszemélyeinek nevében, az összefogás jegyében megvalósult Árpád vezérszobor avatása. Hogy külön köszöntsem dr. Hende Csabát, Magyarország honvédelmi miniszterét, dr. Tröll László alezredes. Méteres naszái kvarc homokkő talapzaton öntött, cizellált, patinázott bronz lovas kompozíció. Árpád vezérünket ábrázolja a vereckei háborúra érkezés pillanatában. Nehéz anyagi helyzete ellenére is Pomázváros önkormányzata fontosnak tartotta ennek a műalkotásnak a felállítását. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Hallgassuk meg együtt dr. Hende Csaba miniszter úr ünnepi beszédét. Azok a hegyek még ma is állnak, azok a folyók még ma is futnak, az a csillag még ma is mutatja az utat, az a nép még ma is él. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim! Amikor megkaptam megtisztelő meghívásukat erre a mai ünnepre, eszembe jutottak a P-Mobil Együttes Honfoglalás című dalának kezdősorai. Amikor Árpád fejedelemre emlékezünk, mindenek előtt arra kell gondolnunk, hogy mindaz, amit létrehozott, a mai napig él. Az ő műve egyszer és mindenkorra azt jelenti, hogy van hazánk, van otthonunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Amikor őseink megérkeztek a Kárpát-medencébe, hazát, azaz otthont kerestek. Olyan otthont, ami a hosszú, évezredes pusztai vándorlás után védelmet ad, olyat, ahonnan soha nem kell tovább menniük, mert mostantól az övék. Hazát kerestek, amiben ők a vérszerződésben egyesült nemzetségek békében és biztonságban élhetnek. A honfoglaló magyarok nagyon erősek voltak. Ha nem is feltétlenül számukban, de összetartozásunkban mindenképpen. Esténként, amikor a nagy család körbeülte a sátor közepén lobogó tüzet, mindenki tudta, hogy hová tartozik. Összetartoztak, mert egymásért végezték azt a mai szemmel elképzelhetetlenül kemény munkát, amit a vándor nomád életmód jelentett. Összetartoztak, mert csak együtt kerekedhettek felül a pusztán vívott végeláthatatlan háborúban a mindig változó ellenséget. Összetartoztak, mert napig nap, újra meg kellett tapasztalni, hogy csak együtt maradhatnak meg. Árpád, a bém magyar tölgynek göcsörtös az ága, kishajtás serken kérges oldalába. Hű álmos vezérnek nehezül a karja,
de ott áll mellette Árpád, ifjú sarja. Magasztosan szólal álmos fejedelem. Népednek vezér vagy, nékem hű gyermekem. S Árpádot emelik pajzsra, mely tündököl, szélét már markolja tucatnyi hűököl. Árpád fejedelmünk! Zeng zúg a torkokon. Érzek a...